izgi. Innentől nagyon sok átvezető videó van, szóval srácok, szerintem csak élvezzük, dögünk hátra, pihenjünk egy kicsikét, mert ez hosszú lesz. Professzor úr, kérem jöjjön! Ez az effekt. Budget kategóriás. Jó napot. A nevem... Adja ide azt a gyűrűt! Maradjon ott, ahol van! Ej! Ez nagy hiba volt, fiatalember. Ki van ott? Bocsásson meg, hogy csak így. Engedje meg, hogy bemutatkozzon. Fölösleges, Mr. Hunt. Én az vagyok, aki még a dédapját is ismerte. Egyike volt korának legfelvilágosultabb elméjének. Igazán büszke lehet rá. Ez nem létezik. Ezek szerint maga, akkor... Igen. Ábrai Pál professzor vagy. Kit kerestünk a játék elején, ugyebár? Megtalálkozzék. Mindez annak köszönhető, hogy az időutazás jótékony hatással van a szervezetre. Egyszerűen lassítja az öregedést. Nem, hát ez lehetetlen. Lehetetlen. Mit tud maga a lehetetlenről, fiam? Én minden nap fügét mutatok neki. Tudja, milyen jelentéktelen galacsinná töpörödik a lehetetlen fogalma. Ha olvassa azokat a könyveket, amelyek később elégtek az alexandriai könyvtárban, hogy a saját szemével látja vérben feküdni Julius Cézárt, ha hallja Mozartot játszani, ha érzi a középkori városok átható bűzét, hogyha a kezében tartja azt a kiáltványt, amellyel Kolumbusz Kristóf legénységet toborzott magának. Ugyan kérem, nincsenek korlátok. Valóban részegítő lehet, de nem önző dolog mindezt magának megtartani a professzor? Úgy tartja, hogy én önző volnék. Talán adjam át a titkaimat a tudomány és az emberiség választott vezetőinek, hogy aztán vurslit csináljanak a történelemből. Viccnek is rossz, felejtsük el. Talán nem a saját önző érdekeikre használnák fel ezt a lehetőséget. Szinte már látom, hogy plakátokon csalogatják a turistákat. Jöjjenek, nézzék meg Napóleon Bonaparte bevonulását, dobó győzelmét, Jézus csodatételeit. Megőrült. Ezek itt az én saját találmányaim, saját kutatásaim, saját eredményeim és a saját birodalmam. Vajon rajtam és jól képzett ügynökeimen kívül ki volna képes betartani az időutazók egyetlen alapvető törvényét, miszerint semmit, de semmit nem szabad megváltoztatni a történelemben. Mert az végzetes anomáliához, egyenesen katasztrófához vezetne. Senki. Nem, Mr. Hunt. A maguk demokratikus, felvilágosult szemlélete nem sok jót hozott a világnak. Nem kell mindenkinek mindenről tudni. Mindenkinek beleszólni mindenbe. Egyszerűen nem érett meg rá az emberiség, és talán nem is fog. Persze, hogy nem. Ha valaki, akkor ön bizonyára tudja, hogy lesz-e ilyenkor. Téved, Mr. Hunt. A jövő nincs a birtokomban, csak a múlt. Ezt nevezhetjük akár hiányosságnak is, de számomra ez volt a cél, és sikerült elérnem. Tessék utánam csinálni. Talán egy másik élet, egy másik Ábrai Pál professzor szükségeltetik, hogy a jövőt is meghódítsuk. Ki tudja. A koromhoz képest kiválóan érzem magam. Lehet, hogy én leszek az, aki elindul ebbe a másik irányba is. Ezek szerint én nem is a jövőbe kerültem? De nem ám. Még azzal sem dicsekedhet, hogy időutazott. Itt vagyunk Egerben,
2005-ben mindössze térugrás következett be az ön esetében, bár az is lehetséges, hogy talán soha nem találta volna meg ezt a laboratóriumot, pedig itt volt mindig az ön és az egriek orra előtt a török bástya alatt. Csak ügyesen úgy intéztük, hogy valahogy mindig kimaradjon a felújításból, feltárásokból ez a terület. Bizonyára megtapasztalta, hogy vannak bizonyos eszközeink. Valóban. Az egyik embere nyomatékosan igyekezett távol tartani. Talán jobb lett volna, hogyha hallgat rá. Látja, a legendás Hunt-féle kíváncsiságnak köszönheti fiatal barátom, hogy ilyen rövid ideig élt. Hogy értsem ezt? Mi a szándéka velem? Mit gondol? Besétál a laboratóriumomba, az idő pavilonon át, és aztán egyszerűen ajtót mutatok magának, és hagyom, hogy szétkürtölje a világnak, amit több mint 100 éve titkolok. Természetesen, hogy úgy mondjam, el kell némítanom a biztonságom érdekében. Sajnálom. Magának nincs lelkiismerete, professzor? Mire gondol? A vacak életére? A dédapjáéra? Szimpatikus fickó volt, de semmi több. Mint hogy maga se. Egy közönséges betolakodó. És Jánbor Zsigmond? Ő mégiscsak közel kellett álljon magához, hiszen végig ott volt a nagy műkeletkezésénél, mit nem? Akar a Zsigával? Semmire kellő áruló lett belőle. Hát elég emberséges voltam, hogy nem pusztítottam el, és hogy hagytam, hogy tisztes kort érjen meg a török időkben. Egy ostoba fajankó. Mégiscsak tartozik neki. Elvégre ő volt az első időutazó. Igen, ezt el tudta venni tőlem. De mit ér a dicsősége, hogyha senki nem tud róla? Egyszerű sírban nyugszik a jelentéktelen élete után. Az első időutazóként engem ismernek. És ez kit érdekel amúgy? Kicsoda? Az ügynökei? Meg amúgy. Hányan vannak? 10, 20, 150-en? Ez a dicsőség. Ezért megérte, megéri. Professzor, én újságíró vagyok. Én még életében bemutathatnám a világnak a nagy felfedezőt, a második időutazót. Elég legyen, micsoda szemtelenség! Maga nem fog elmondani semmit. Hallgatni fog, mint a sír. De ehhez nem kell megölnie. Különben se lenne elegáns megoldás egy ilyen tudós embertől. Mire gondol? Küldjön vissza az időben. Egy olyan helyre, olyan korba, ahol nem zavarok. Maga nem ügyefogyott fickó, Mr. Hunt. Végül is bárhová visszamehet, de... Tudom, mit akar mondani. Én sem vagyok őrült. Be kell tartanom, hogy nem tehetek semmi olyat, amivel megváltoztathatnám a történelem menetét. Az a világ azonnali pusztulásával járna. Gondolkodóba ejt. Kérem, küldjön vissza a török korba. Szeretné találkozni Jánbor Zsigmonddal, azaz Jumurdzsákkal, élete utolsó éveiben. Sok kérdésem lenne hozzá. Itten vele akar találkozni, ez a szerencsétlennel. Miért? Köt egy fogadalom. Jó. Tetszik, ahogy vág az esze, fiatal úr. Készítsék a pavilont, kérek ruhát, középmagas férfi, magyar kereskedő. Navigátor, Eger, 1615. november, Jumurdzsák háza. Gyorsan, gyorsan! Szelektor, működőképes még ez a gyűrű? Jó, 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 ez pont jó. Na, Mr. Hunt, ajánlok önnek egy lehetőséget, amellyel elkerülheti a biztos halált. Vannak bizonyos időügynöki feladatok, amelyek különleges képességet igényelnek. Úgy gondolom, hogy a maga képességei, hát szóval, hogy alkalmas lenne rá.
Azt szeretném... Ne is folytassa, professzor. Én ennek az önző, céltalan és tudománytalan vállalkozásnak nem leszek a katonája. Ne is kérjen rá. Na, indulhatok, kérem? Maga ostoba fafejű! Mit gondol? Jobb dolga lesz a 17. században, nem tudja, hogy mi vár magára. Na jó van. Akkor ez az utolsó ajánlat. Ahhoz képest, hogy az elején hogy meg akart volna ölni minket, itt majd üzletelnek dolgokon. Ez lesz ismét az ön visszahívó jeladója. Vigye magával. Egy órán keresztül még fogadjuk a jelét, és utána töröljük az adatbázisból. Mr. Hunt még meggondolhatja magát. Beszéljen Zsigával, de jöjjön vissza, hogyha észhez tér. Megértette? Mehetek végre. Maga egy csökönyös szamár. Küldjék el! Háj, let's go. Usán fölgyorsultak az események. Megtaláltuk Albrightot, és most meg időt utazunk. Na csak még egy. És meg ide küld nekem itt a saját lakásomba. Na jól van, ne vágjon már ilyen szerencsétlen képet. Azt mondja meg, tőlem akar valamit, netán vagy eltévedt? Ön Jámbor Zsigmond úr? Hát, elég régen szólítottak már ezen a néven. Ami azt illetén, még elég sokára fognak így szólítani. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Időutazó izé. A nevem Hunt. Idős Jonathan Hunt. Nagyon örülök a megtiszteltetésnek. Én is, barátom. De fura alak maga. Valami újonc vagy mi fene? Itt tördeli a kezét előtte, mintha maga lennék a dicsőséges padisa. Na jól van, menjen a dolgára. Egy ajtóval nem téveszti el. Jámbor úr, félreérti a helyzetet. Én nem maféle időügynök vagyok. Nem? Üljön le. Köszönöm. Hát akkor micsoda? Arkangyal? Ide csöppen nekem a semmiből, mint az ábrai futhárjai. Aztán meg akarja nekem magyarázni, hogy maga nem is... De nem, természetesen én is az időgéppel jöttem. De saját akaratomból. A küldetésen magam szabtam ki magamnak, és nem Ábrai professzor. És mi a küldetése, fiatalember? Hogy átadjak magának egy üzenetet. Az unokájától. Az unokámtól? Hát nekem lesz unokám, Istenem. Inkább azt mondanám, hogy volt. Bár ez így eléggé zavaros. Na, szóval én éppen a halála előtt egy nappal találkoztam vele, és megkért arra, hogy tudassam magával, az utókor nem feledkezett meg erről. Többek között Gárdonyi Géza is beleírta az egri csillagokba, mint Jumurdzsák, a maga alakját. Negatív hős, de mindenképpen hős az egyik legszebb magyar regényben. Mit mond? Hát elkészült a mű, és benne vagyok az egri csillagokban én. Ezek szerint Gárdonyi úr megtalálta az üzeneteimet. Nem mindet. A regény megírása után kettőt megtalált, mint ahogy a maga unokája, Jámbor Mihály is. A többire én bukkantam rá. Gárdonyi a fantáziája alapján írta meg Jumurdzsák történetét, de hát ugye kiváló fantáziája volt neki. Igen. Azt mondja, maga találta meg az üzeneteimet, nem szédít? Nézze csak! A gyűrű, a szentségi. Hát maga nem ügyetlen ember, Jonathan úr! Tudja, megfejtettem a visszahívó kódját is a jeladónak. Így jutottam Ábrai professzor laboratóriumába, és aztán onnan ide. Úgy tűnik, hogy végleg. Ezért is mondtam azt, hogy nem vagyok időügynök. Talán inkább úgy nevezném magam, hogy időszárműzött. Mi az, hogy végleg? Csak nem azt akarja mondani, hogy itt marad ebben a civilizált ember számára pokolinak nevezhető korban? Megbalondult? Nincs más választásom. Ha visszamegyek, így vagy úgy, előbb vagy utóbb, Ábrai biztos, hogy eltesz lábalól, mert fél, hogy elárulom a titkát. Csak az a kérdés, hogy előtte szándékozik-e valami hasznot húzni a személyemből. Egy órán van eldönteni, hogy mit akarok. De tulajdonképpen azt hiszem már választottam. Inkább itt maradok. Ne butáskodjon, vissza kell mennie. Dehogy megyek? Nem ért, Jámbor úr? Ha hazamegyek, akkor azonnal likvidálnak, vagy arra kényszerítenek, hogy ügynök legyek, és elküldenek valami olyan küldetésre, ami tulajdonképpen maga a biztos halál. Ja,
Jaj, fiam, ne legyen ilyen naív. Nem csak maga miatt kell visszamennie. A jövő, az emberiség jövője miatt elsősorban. Maga képes arra, hogy megmentse a világot néhány elvakult elmem meggondolatlanságaitól. Hogy érti, hogy képes vagyok megmenteni a világot? Ahogy mondom, megbízhatok magában? Biztosíthatom, hogy nem azon az oldalon állok. Bízhat bennem. Na jó. Néhány hónapja egy magához hasonló időutazó érkezett a városba. Persze azonra észrevettem, mert én rögtön észreveszem az ilyeneket. Megszólítottam a fickót, aztán unalmamban el is beszélgettem vele itt az én kis hajlékomban. Csak nem azt akarja mondani, hogy egy időügynök beszélt egy korabeli törökkel? De bizony az. Borozgattunk, borozgattunk. Aztán egyszer csak úgy megeredt a nyelve, hogy még ha akartam volna, se tudtam volna megállítani, és fecsegett. Beszélt Ábrai professzorról? Fecsegett mindenféléről. Főleg Ábrairól és az embereiről. Akkor borgőzösen árulta el azt a titkot is, miszerint Ábrai ultimátumot kapott a mecénásaitól, egy éven belül át kell adni az időgépet. A dolgok mai állása szerint a professzor ilyen kérdésekben hajthatatlan. És az is maradt, higgy el nekem. Egy év elteltével azonban erőszakkal félreállítják Ábrait, és kezükbe veszik az irányítást. Végre az emberek is megtudják, hogy létezik időutazás. Nem. Naív. Bizonyára politikusok fogják kezükbe kaparintani az öreg időgépet. És az nem csak az időutazások, hanem a világ végét is jelentik. Arra literálisan. Szóval, hogy az új keletű időügynökök nem tartanák be az alapvető szabályokat? Jól mondja, fiam. Ábrai félelme sajnos jogos. Márpedig minden ilyen lépés azonnali katasztrófához vezet. Fel se lehet mérni a pusztítást, amit az idő kerekének kisiklása okoz. Igen. Igen, hát ez logikus. De mit lehetne tenni, hogy mindez ne következzék be? Megmenteni Ábrait? Elpusztítani az időgépet. Elpusztítani az időgépet, mielőtt bárki megismeri. Bizony, fiam, nincs más választás. Igen. Jánbor úr, mi lehetne az én szerepem az időgép elleni merényletben? Szépen visszahívhatja magát, és ott felrobbantja az egész gózerájt. Felrobbantani? Hogyan? Mivel? Ez nem olyan nagy probléma. Nézze, ott az asztalon minden eszköz megvan ahhoz, hogy egy nagy ütőerejű gránátot vagy bombát összeállítsunk. Tessék, bombát? Igen. Ráadásul működőképes az új fejlesztésem. Az ütőszeges gyújtószerkezet, így azt is be lehetne építeni. Ha rááll, akkor egy ilyen bombát visz vissza, szuvenírként Ábrainak a török időkből. Igen, de van egy kis probléma. Hát ugye, Jánbor úr, egy probléma azért van a haditervével. Na is mondja, igaza van. Maga is elpusztulna a laboratóriummal együtt. Nincs valami lehetőség a menekülésre? Esetleg segítséget hívni. De segítséget hívni 1615-ből? Miért is ne? Ha megtalálta az üzeneteimet, más is megtalálhatja magáét. Főleg, ha keresi, vagy ha számít rá. A laboratórium ma is ott van a török bástya alatt, a régi helyén? Igen. Ezek szerint 100 évvel ezelőtt is ott volt. Mármint 300 év múlva? Úgy gondolja, nem? Igen, de nem tudom, ez így elég zavaros, ne bonyolódjunk most bele. Hol lehetne üzenetet, hogy mit mondott, mindössze egy órája van, az nagyon kevés. Igen, az nagyon kevés, de van egy ötletem. Mondja barátom, hát ha jó az ötlete. Tudja, a kedvesemmel épp randevút beszéltem meg a régi városfalnál. Szegény most biztosan ott vár rám. Városfal utca és... Hát a Városfal utca ismerős, az akkor egy olyan szakasz, ami a fő utca felett van. Ott volt egy romantikus hely, az lehet az. Én nem tudom. Én sajnos soha nem jártam ott.
Azt nem tudom, hol van. Ez jó. Nagyon kevés időnk van, meg kell próbálnunk. Lesz, ami lesz. Van egy tervem. Hallgatom. Maga itt a falak biztos védelmében összeállítja a robbanó szerkezetet. Megtalál minden szükséges eszközt a lakásban, én pedig megpróbálok segítséget keríteni. Na de, Jánbor úr! Ne vitatkozzon! Kezdjen hozzá, mert fogy az idő, és minden reményünk elszáll. Jegyezze meg jól, a jó puskaporhoz 40 lat kén, 30 lat szén és 200 lat salétrom szükségeltetik. Tehát... Jaj, nagyon bírom ezt az embert. 40 kén, 30 szén és 200 salétrom. Legyen óvatos, indulok. Jó utat, kedves Simul Jack. No. Hölgyeim és uraim, itt vagyunk a török időkben, hát nem buli. És az a legnagyobb probléma, hogy csak... Csak a pincét láthatjuk, tehát nem mehetünk ki. Hát nyilván nem mehetünk ki, de azért, figyeljük, azért elég buli lenne, nem? Na jó, igen. Össze kell építenünk egy bombát, hogy visszaküldjük az időbe és felrobbantsuk az időgépet, amivel jöttünk. Sok minden történt, de... Ja, ez a része, ez az utolsó puzzle az egész játékban, és utána meg boss harc következik, ami ez csak egy videó lesz, tehát technikai ez a puzzle aztán kész. Jánbor úr azt állította, hogy a lakásban minden rendelkezésre áll egy puskaporos bomba összeállításához. Mm-hmm. Ez talán igaz, hiszen itt az asztalon minden van. Mosár, edények, kén, salétrom, no de a szén hiányzik. Sürgősen faszenet kell készítenem. Yes. Az a helyzet, hogy azért fontos ez a 30 lat kén, a 40 lat, na, 30 lat szén, 40 lat kén és 200 salétrom, ezek kellenek majd ebbe a bombába. Itt a bomba, ezzel majd ki tudjuk majd mérni. Most egyelőre nem tudunk ezekhez hozzáférni, amíg nincsen szenünk. És ja, szenet kell készíteni. A zene, gyerekek, a zene olyan fantasztikus, hogy azt a szarom. Valaki rippelje már le a zenéket, mert egyszerűen tök jók. Szerintem bele is akartam volna menni izé source kódokba, de komolyan ezért már fizetnék amúgy ezért a soundtrackért, szóval hogyha esetleg valaki meg tudja csinálni, akkor esküszöm le is szopom akár, tehát ezért a zenért bármit. Hallgathassam Spotify-on, vagy mit tudom én, YouTube-on is jó. Oh yeah. Úgy van. A szénégetéshez kell egy tűzálló edény. Ez a lábos talán megteszi. A jól ismert kemence. Némileg megmagyarázza azt a furcsa déjà vu érzést, amelyet a torok közben éreztem. Mármint itt. Csak évszázadokkal késő. Itt élt a Jánbor Terek, és itt ért véget. Yeah. És már oda be is van vésve a üzenet és a gyűrű. Jó, innen nekünk még kell valami. Amúgy nagyon jól meg van csinálva maga az egész szoba. Tök bulin néz ki. Azért látszik azért néhány dolog, hogy mi az, ami... Na mindegy. Szép fegyverek. Hangszerszámok, jó, ki van dekorálva. Valahol itt van valami még elméletileg, ami kell nekem. Ez kell itt. Úgy. Jó van. Van-e még, ami kell? Csak a kavics. Ja. Ugye nincsen leírva azt, hogy hogyan kell faszent készíteni, ezre vagy rájössz, vagy nem, de igazából elég az, hogyha jobbra-balra kombinálsz össze ebből minden. Ebből az apró fából lesz a kitűnő faszén. Igen, és ezt ki lehet nyitni. És van benne egy jó pofa, gif file, amiben lobog egy tűz. Na de, nekünk szükségeltetik akkor a fát belerakni az edénybe. Az... Edénynek ezt a kettőt összekombinálni, ezt... Nem, ez így nem lesz jó. Valahol olvastam, hogy ilyenkor gázok keletkeznek, és akár fel is robbanhat a zárt edény. El kell valahogy távozniuk azoknak a gázoknak. Így is van, akkor így jön. Jó, és akkor ezt kell ide berakni. Majdnem jó. A gáz egy része távozhatna ugyan a lyukon át, de hamarabb ledobná a fedőt az edényről. Igaz. Talán ha rögzíteném valahogy azt a fedőt.
itt kapunk segítséget Jonathantól. Itt van segítség. Az öt könyvnél ott miért nem voltak meg ezek a dialógusok? Ezek hiányoztak volna ahhoz, hogy azokat a pázolokat meg tudjuk csinálni. És most is kapunk segítséget. Ugye most már. Pedig hadd dolgozzon a tűz. Jó, és azért speedrunoltam le gyorsan ezt a szegmens, mert most várni kell. Nem tudom pontosan mennyi időt kell várni, nem számoltam sose, egy ilyen 30 másodperc, egy percet azért itt várakozunk. Na mindegy, tehát elérkeztünk a végéhez, hölgyek, urak. Az a puzzle rész ez nagyon könnyű amúgy, eddigiekhez képest csak mérics kell neked, egy kis matematika, kicsikét szelnet kell összefabrikálni, tehát még tanulunk is vele. Nézzünk addig körbe egy kicsikét. Nem tudom, mit akartok látni, vagy... Ezért gáz, hogy nem streamelem ezt, mert akkor lehetne itt mindenféle tök jó dolgot megnézni, hogy milyen szépen össze van pakolva ez az egész. Valószínűleg ez pont olyan korban van, mikor... De igen, török idők, itt török megszállás volt. Csak nem tudom, hogy ez az a kor-e, amikor... Harcoltak éppen a törökök a Egrivárban, vagy már elfoglalták? Ugye hát volt egy győzelem ugyebár, és utána volt egy nem igazán győzelmes része a dolognak. De tiszteletre méltó volt, amit a Egrivárvédők alkottak. Még a törökök se számítottak rá a nagy létszámfölény ellenére, hogy milyen jó kis védekezést pakoltak össze. Azt sem tudom, hogy mennyi ideig húzták a Egrivárvédők, de nagyon radikálisan sok időhöz. Radikálisan sok ideig tartott. Na jó, nézzük meg. Meg vagy? Na, próbáljuk meg. Így is van. Van szenünk. Vagyis mindjárt van szenünk. De van egy nagy darab kormos fánk. Most jövünk ide. Ja, tényleg. Oké. Okay. Basszus, rányomtam a gombra és az úgy maradt. Remélem nem glitchelődött ki. Ez amúgy ijesztő. Ti mit reagálnátok, hogyha így kapnátok egy üzenetet? Így megjelenik a semmiből. Mondjuk az idő után nem így kifejezetten így működik. De annak már ott kellett volna lennie. Na mekkora esély az, hogy azt így megtalálta? Én márom mindenem megvan. Most már csak a helyes arányokat kell beállítanom. Hogy is mondta Jámbor úr? 40 lat kén, 30 lat szén és 200 lat salétrom. Ezt kérem így. És eltűnt a szenem. Hova tűnt a szenem? Ja, hogy ebbe van benne a szén, akkor most már nem kell... Ja, itt van. Oké, okay, ott a szénpor. Na, igazából, hogy milyen sorrendben pakoljuk be az édes mindegy, a lényeg, hogy benne legyen. Jó, akkor 30 a szén. Itt van a salétrom, ugye ebben a... Nem tudom mi ez, doboz, könyv, akármi. Ebbe berakunk 50-et, és a maradék 200 mehet bele. Így, ez pedig vissza ide. Jó. És akkor ez a kén. Ebből csak ennyink van, és akkor ezt kell így méricskélni jobbra-balra. Ja, nem tűnik ez annyira bonyolultnak, ugyebár? Főleg aki nagyon profi matematikával. Hát... Oké, okay, van ebben 20, ezt visszarakjuk. Ide. Várj, ez így nem jó. De évben van most 20, 50. De, belerakok 10-et, és akkor ebben már 40 van. Így enni. Ennyi. És most csak át kell töltenünk a kevercset a bombába. Bingo. Hát srácok, dióéban ennyi lett volna akkor a végigjátszás. Többet nem is kell már tenni. Látom, éppen elkészült, barátom. Ügyelt a helyes arányokra? Igen. Nagyon igyekeztem. Oh boy. És maga? Egy ilyen. Sikerei? Üzentem a kis hölgynek. Megpróbáltam rávenni, hogy szaladjon segítségét. Készen áll? Igen. Azt hiszem, igen. Csak percei lehetnek hátra abból az egy órából. Ne késlekedjen,
Nyomja meg a csillagot azon a gyűrűn, és induljon. Sajnálom. Nagyon sajnálom, Jámbor úr, hogy itt marad. Még annyi mindenről beszélgettem volna magával. Én is szívesen hallgattam volna, amint a jövőről mesél. De most fontosabb dolgaink vannak, Jonatán úr. Igen, igaza van. Sajnos igaza van, Jámbor úr. Vigyázzon a bombára. És csak megérkezéskor biztosítsa ki. Mert attól kezdve minden ütődés hatására másodperceken belül felrobban. Vigyázzon magára is, és a kedvesére is. Remélem, látni fogom még őt. Látni fogja, ne aggódjon. Na menjen! Nyomja meg már azt a csillagot a gyűrűn, és induljon. Hányszor láttam már képzeletemben ezt a mozdulatsort. De ahol nem mozogom úgy. És hányszor láttam lelki szemeim előtt, hogy a hold lassan visszafelé forog. Hogy néhány másodperc múlva újra érzem a bizsergést. Hely, de nagy úr az idő. Sok sikert, Jonatán úr. Legyen szerencséje az életben. Viszlát! Jó egészséget, Jámbor úr! Az arkangyal búcsúzik. Jó utat! Kellett volna hoznom kukoricát, amúgy. Ez a jelenet, ez nem gondolkodtam előre. Besugárzás megtörtént. Időügynök visszatérése 1615. november, Magyarország. Tényleg nem okoz nekem csalódást, Mr. Hunt. Hasonlóan testel, professzor. Inkább lépjen két lépést hátra. Maguk is! Nézzék, bomba van nálam. Nem kis teljesítményű. Ha bármelyik őjük csak egy rossz mozdulatot tesz, mi a terve? Csak nem akarja felrobbantani a laboratóriumot. Bevallom, megfordult a fejemben, amikor magamhoz vettem ezt a bombát. Na de Mr. Hunt, ezt nem teheti ezzel a csodálatos szerkezettel. Felbecsülhetetlen értéket tesz tönkre. Megsemmisíteni az emberiség kimagasló teljesítményei közül a legkimagaslóbbat. Mert is ne. Hát ki tud róla, kinek hiányozna? Senkinek. Hogyan kisiratná magát Ábrai Pál professzor úr, hiszen évtizedek óta halott. Az ügynökei nyilván mind szerencsétlen, megfélemlített emberek, akiknek nincsen családjuk, barátaik. Szóval, hogy ha ez az egész mindenség elpusztul, még annyit se érezne meg belőle a világ, mint amikor odaállt Jumurdzsák a 17. században sóhajt egyet. Na és magával mi lesz? A biztos halált választja az én kiváló ajánlatom helyett. Nézze, professzor, biztos vagyok benne, hogy az ajánlata közel sem olyan gáláns, mint amilyennek tűnik. Magának nem számít az emberi élet. És ha már mindenképpen meg kell halnom, akkor inkább leszek hasznos a halálomban, mint sem tehetetlen áldozat. De a helyzet korán sem ennyire reménytelen. Ha minden igaz, nem sokára megérkezik a segítség, és más lesz a tárgyalási pozícióm, professzor úr. Az lehetetlen. Hogyan? Ezt maga mondja nekem? Hát nem hiszi, hogy lehet fügét mutatni a lehetetlennek? Tessék, megérkezett a segítség. Igen, de nem a maga oldalán. Ügynök, mire vár? Cselekedjen! Tudja ezt, kis barátom. Maga. Vigyázzon! Kaboom. Ennyit a segítségünkről. Jonatán! Istenem, szólalj meg! Jó Istenem, mit csináljak? Juli, én... Minden oké, él! Apa, él. Jól van, hál' Istennek! Ne hagyj, hogy mozogjon! Jó. Itt a mentő már... Menjenek odébb, hagyják szabadra a területet! Oda bent! Oda, baleset volt. Jó, nem mozog, mindjárt itt a mentő. Nem akartam. Tudom, mindjárt elmesél. Baleset. Nem akartam, baleset volt. Na, de nagyon is akartad volna.
Ja, jó, hatodik napom. Először azt hittem, hogy meggondoltad magad, és inkább nem játszod el nekem a romantikust. Aztán az már gyanús volt, amikor a szenátorban a recepciós azt mondta, hogy nem látott el menni, és nem vagy a szobádban. És azt el tudod képzelni, hogy milyen érzés volt látni a kövön az üzenetet? Földbe gyökerezett a lábam. Pedig azt nem is én írtam, hanem Jumurdzsák. Jumurdzsák? Ez hátborzongató. És te? Ja, te addig bent vártad őt a házban? Igen. Tulajdonképpen egy kicsit bánom is, hogy így alakult. Én, akinek megadatott az időutazás lehetősége, a török korból mindössze egy pincelakás belsejét láttam. Már jöttem is vissza. Na. Amúgy. Azért csak nem bántad annyira, hogy így alakult. Nem, mert lassítja az öregedést. Annyira azért nem. Ennek így kellett lennie. Megtettem, amit meg kellett tennem. És? Maradt egy szép gyűrűk is. Igen. Ja, meg egy hordótele kincse. Ha jól viselkedsz, lehet, hogy kapsz majd egy szebbet is. Mi az, hogyha jól viselkedsz? Nézd csak, nézd a felirat. Úristen. Eltűnik. Igen. Ez így helyes. Egy időutazó nem hagyhat nyomot. Bár mondjuk ez egy kicsikét megbolygatja a logikát, tehát a... De igen, ez a rész ez nem logikus, hogyha letörli, akkor Juli hogy látja ezt a jelenben? Tehát így ez a... What? Kicsit logikátlan befejezés. Hölgyeim és uraim. Jumurdzsák gyűrűje. A világ fordult, s vele szédültem el. Nem tökéletes játék. Viszont különleges. Különleges alkotás. Egy csoda volt. Izé. Passziánsz. Nem is az, az nem passziánsz, az fekete özvegy. Ez a hogyan készült kulisszák mögötti képecskék. El sem tudom képzelni, hogy mennyit dolgozhattak ezen. Meg hogy mennyien. Nagyon kevés játék tud ilyen. Hogy is mondjam, azért is különleges ez, mert hogy élő. Él az egész játék. És lehet, hogy a színészek nem mindegyik tette úgy oda magát, ahogyan kell. Vagy hát a szövege nem volt olyan jó, mint amilyen. Jobban is meg lehetett volna ezt csinálni, az tény és való. Viszont a korához képest szerintem meghaladta a korát. És én akárhányszor játszom végig ezt a játékot, mindig ilyen gyermeki mosolyt csal az arcomra. Akárhányszor hallgatom végig újra és újra ugyanazokat a dialógusokat, ugyanazokat a puzzle-okat, amiket már ismerek, meg tudok. Egyszerűen lehet mondani nosztalgiának is, de egy ilyen nagyon különleges helyet tölt be azt jelenben ez az alkotás, és nagyon köszönöm én személy szerint mindenkinek, aki ezen dolgozott, és vannak dühítő részei a játéknak, főleg az ötödik napon lévő puzzle feladványok azok nem éppen egyértelműek, ahogyan láthattátok, viszont én minden hibája ellenére szívesen játszom végig ezt a játékot, és szívesen nézem végig újra ezt az egész kalandot, ezt a történetet, ami már igazából részének érzem magam, mert én irányítom a főhőst. Szóval ennyi lett volna a Jumurdzsák gyűrűje végezés. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Hogyha tetszett, akkor kérek szépen visszajelzést, like, feliratkozás, kommentek formájában. Véleményétek is kíváncsi vagyok, és találkozunk legközelebb. A következő végigjátszásban. Sziasztok! Hiába új, még ez az íz, hiába érzem ez idegen illat, valami súgja, otthon vagy újra, hazaértél.
Oh, yeah.